Köszönöm szépen ezt a rengeteg köszöntést a születésnapom alkalmából. Hihetetlen, hogy így elrepült ez a 21 év. Most pedig születésnapom alkalmából térjünk át azokra a TikTokos mesterekre, akik megtanítanak minket nagyban gondolkodni. Komolyan mondom, nem értem az embereket. 1 milliárd forint nem sok pénz. Ne gondolkodj kicsibe. Azt látom az embereknél, hogy iszonyatosan kicsibe játszanak. Már is megtapasztalhatjuk az elején, hogy egy nagy fiúval van dolgunk, hiszen még az iPhone-ját is tönkreteszi ezért a videóért. Amikor ezt a videót láttam, először azt hittem, hogy egy mobiltok hirdetés. Ez rommát tört. De nem, mert sokkal több annál. Jön valaki, ez megváltoztatja az életemet. És ez nem szerencse, ez csak rajtad múlik. Egy nézőpont átváltás, egy perspektíva. Ez csak rajtad múlik. Egy nézőpont átváltás, egy perspektíva. Tök jól lereppeli nekünk a motivációt ez a fiú. Az élet, a sikereid, a nézőpontodtól függ, hogy mennyire tudsz nagyban gondolkodni. Elképesztő, hogy egyesek már ilyen fiatalon mindent tudnak az életről, meg a milliárdokról. Kárás Zsolt Bence vagyok, és azért vagyok itt a TikTokon, hogy garantáltan megtanítsalak téged nagyban gondolkodni. Mikor 300 000? Egyé! Hogyan jutottam el mindössze 3 hónap alatt a 800 forintos órabértől a havi 1 millió forintos árbevételig? Várjál, lassabban! Jegyzetelnem kell! Igen? Figyelek, hogyan lehetek sikeres, mondjad, batya. Az első hónapban már körülbelül 1,5 millió tartozást halmoztam föl. 1 millió forint bevétel, 1,5 millió tartozás. Az azt jelenti, hogy 1,5 millió bukó. Ha, ezt még én is meg tudom csinálni, hát miről van szó? Hogyha ezt én meg tudtam csinálni ilyen körülmények közt, akkor bárki meg tudja. 1 milliárd forint nem sok pénz. Engem meggyőzött. Megyek is megcsinálom az első milliárdomat. Várjam ma, eszembe jutott a zseniális ötlet. Beteszem magam alá az 1 millió követőmet, azt élek belőlük, mint Marci hevesen. Harmadszor, pedig amikor nem jöttek az eredmények, akkor is folyamatosan tettem tovább a dolgomat, mert tudtam, hogy ennél sokkal több van benne. Gyerekek, konkrétumokat akarok hallani. Mivel bizniszeltek? Mivel lehet nagy pénzeket keresni, ahogy ti? Ez volt az első irodám. Innen csináltam meg az első 500 000 forintomat. Nem a körülményeid számítanak, azokat te teremted meg. Hozd ki az életedből a maximumot. Mondjátok meg nekem, hogy melyik részvénybe tegyem a pénzemet, amit 21. születésnapomra kaptam. GameStop vagy Tesla? Melyiket sortoljam? Cselekedned kell. Be kell kötni a cipőt, kimenni futni, kimenni sportolni, elmenni dolgozni, elmenni munkát keresni, elmenni lehetőségeket keresni. Megmondom neked, miért nem tudok dolgozni. Cukorbeteg vagyok, ízület, vérnyomás, ödéma. És a TikTok motiváció videókból is megtaláltam a legkeményebbet. Elhitették veled, hogy mekkora szar vagy? Rád rakták azt a sok kibaszott korlátot? Elhitették veled, hogy semmi nem lesz belőled? Még egy gombot igazán kigombolhatott volna magán, mert így nem hiszem el neki eléggé. Ha sikerről beszéltek, kötelező ingben és zakóban lenni, különben nem hiszük el nektek, hogy sikeresek vagytok. Szabadíts fel magad a gonosztól, a korlátoktól! Ezekhez a videókhoz miért kell kimenni a hidegbe? Mit keresne ott valaki télen, az erdő közepén, sikerről beszélve? Nem is jó háttér. És ember, kit érdekel? Hogy ki mit mondott, hogy milyen szar korlátokat tettek ránk? Hát neki könnyű a mások által kitaposott földúton menni. Térjenek le, azt járják a saját útjukat inkább. Akkor elhiszem nekik. Sokkal több van benned, és hidd már el végre te is. Minden egyes embernek minden nap vannak olyan ötletei, ami milliókat érne. Hogyha egyszer be kihelyeznétek a hősök terére, ruha minden nélkül, én akkor is megcsinálnám. Én személy szerint nem tudom eldönteni, hogy melyiket élvezem jobban, a szélfújást vagy a bömbölő zongoraszót. Tragédiát, szomorúságot, bánatot, vagy egy történelmi könyvet írsz, ez sikert példát. Van az úgy, hogy a körülmények nem valami jók. Fúj a szél, össze-vissza süt a nap, a fele arcom árnyékos, jönnek a biciklisek, 5 percenként meg kell állnunk. Na látod, ezért kellett volna otthon fölvenni a meleg szobába a videót. Ott nem fúj a szél, azt nem jönnek a biciklisek se. Hoppá, elkiabáltam, jönnek a biciklisek! Változás mindig óriási kincseket rejt. Amúgy az ilyen videóknak az alapjaival tökre egyet lehet érteni, csak hát nem a megfelelő emberek adják elő őket. Nem hitelesek ezek az arcok. Hogyha te híres akarsz lenni, ha tévébe akarsz szerepelni, bármit akarsz, csak tűzd ki a célt. Nekem motivációs videókat kéne csinálnom. Most jöttem rá. Arnold is megmondta, gyerekek, think big, work your ass off. És tudok olyanokat mondani, például, ha nem tetszik a munkád, menj oda a főnököthöz, azt mondjál föl.
mondd meg neki, mostantól vállalkozó leszel, és havi 1 milliót fogsz keresni. Ez bekussolhat. Én víz helyett benzint iszok. Iskola. Mi az, hogy iskola? Az iskola a gyengéknek van, akiket bedarál a rendszer. Én 1 éves koromra elértem az anyagi függetlenséget. Felmondtam az óvodában. Odaálltam az óvónéni elé, azt mondtam neki, ide figyeljé, engem nem érdekel ez a szarság. Én vállalkozó leszek. Ez 2 évesen már vállalkozásom volt. Akkora a hustle, hogy soha nem járok WC-re. Nincs időm rá. Folyamatosan meetingelek az ügyfelekkel, üzleti tárgyalásról üzleti tárgyalásra megyek. És megvalósítom a kibaszott álmaimat. És nem érettségiztem le. Átmentem egy estübe, aztán kiléptem. Én nem tudom, hogy a megfelelő emberek adják el ezeket a tanácsokat. Az egyik azzal menőzik, hogy 500 000 bukott, a másik meg azzal, hogy nincs érettségie. Komolyan mondom, nem értem az embereket. És kutolt az álláshirdetések után. És tudom, nem minden esetben. De őszintén, ez vagy te. Ez vagyok én. Nincs olyan, hogy stagnálás, ember! Vagy így mész lefelé, vagy ilyen évben felfelé. Nagyon fontos, nincs olyan stagnálás. Stagnálás kihúzva. Vagy így mész fölfele, vagy így mész lefele. Fentlen. És ha lefele mész, az azért van, mert nem networkingeltél eleget. Szedd össze magadat! Kezdj el cselekedni! És várj valóra a kibaszott álmaidat! Az ordibálás egy tök jó megtisztító cselekvés amúgy, tudom ajánlani mindenkinek, főleg így az erdőbe, a természet lágyölén így beleengedni az öblös hangodat a fák közé, hát ez olyan jó érzéssel tölt el. Várj valóra a kibaszott álmaidat! Tudod, matekra sose tanultam. Az irodalom se igazán érdekelt. De amikor arról volt szó, hogy hogyan legyek sikeres, kezembe vettem és elolvastam legalább 10 könyvet. Bassza meg, hogy én meg elfelejtettem felvenni a sikerórát a suliba, hát ezért kell nekem, hogy utólag valaki megtanítsa a neten. Kezembe vettem és elolvastam legalább 10 könyvet. Most mire veri itt magát? Hát én is elolvastam 10 könyvet életemben, a 7 Harry Pottert meg a 3 gyűrűkurát. De a filmek jobbak voltak, nagyobbak voltak a csaták. A legtöbb ember pont feladja, hogy még el sem kezdte. Ez olyan, mintha meg akarnád nyerni a háborút, de úgy, hogy nem mész a csatába. Ez olyan, mintha... Meg akarsz szerezni magadnak egy csajt, de hát el sem mész a randira. Randit elhalasztottam. Én nem baj, idővel nem fogok kimenni. Ahogy Kevin Hart is mondta, a nap minden reggel fel kell, és minden este lenyugszik. Milyen bölcs ez a Kevin Hart. Kevin Hartnak minden mondata egy idézet. Ahogy Kevin Hart is mondta. Ez a Kevin Hart, ez egy igazi 21. századi gondolkodó. Arisztotelész azóta kusba van, amióta ezt mondta Kevin Hart. Nem mer megszólalni a bátyja. És miután felépítettük a piramist, ennyi lépcsőfokot megmásztunk, felemelkedtünk a ranglétrán, a piramis csúcsán kivár minket, hát maga a final boss. Ugye ez itt a Karib-tenger, 13-szorra vagyok itt, hogyha úgy gondolod, hogy nem keresel elég pénzt, de szeretnél értékesítésből vagy cégvezetésből megélni, akkor mindenképpen keres. Micsoda kiváló lehetőség! Gimnazisták jelentkezhetnek a nyaralásra. Egy karibi osztálykirándulást szervez nekik. Ugye ez itt a Karib-tenger, 13-szorra vagyok itt. Komolyan mondom, már unok ide jönni. Sehol máshol nem jártam a világon, csak itt. A jó magyar ember mindig ugyanoda megy nyaralni. Rengeteg olyan fiatal srác van, aki a videóimat a YouTube-on megtanulta, és 21-22 éves korára anyagilag független lett, jó? Ezért nem fognak leérettségizni. Ez az ember kiviszi őket a gimnáziumból egy karibi nyaralásra. Úgyhogy segíteni szeretnék neked. Hát én már jelentkezem is erre a karibi nyaralásra. Beadom ennek az embernek, hogy gimnazista vagyok. Azon a pár éven már nem múlik semmi. Ti pedig addig valósítsátok meg a kibaszott álmaitokat. Nem érettségiztem le.